Sziasztok, sziasztok! Talán ez a macska ritmus? Nem tudom már. Túl rég volt ez az egész. Megnézzük így újra. Master nélkül. Negyedik. Yeah! Jöjjtik a nekedi a kádban. Ott van a faszom a nyakában. Faszom on a nyakában, mikor futik a nekedi. Faszom on a nyakában, mikor futik. Úgy kezdem, mint a Skype beszélgetést. Hallasz? Megy? Megy? Meg kéne vágnom. Tudum! Volt moderátor. Na mindegy, szerúztok. Bérekod vagyok. Szeretnék hozzászólni ez a hörbis dologhoz, hogy írták botrány. Ki kellett jönnem, a jobb lett volna a irodából. Ott minden zöld, de most kijöttem ide a templomhoz. Csak nem jönnek a templomhoz most az emberek. Azért úgy érzem, hogy meg is írtam a Petinek, hogy csinálni fogok egy vlogot, de normálisabban akartam előadni. Csak egymás után, hogy frissít az emberekre, és Hörbi, és akkor csomó olyan jön, hogy véleményem Hörbiről, hogy de utálom.
És akkor most én szeretném elmondani, egy volt moderátorról van szó, én rólam, még abban az időben, de én vagyok az a kopasz nagy darab, akkor még 120 kilós, aki ezt hozzádobta, az Coca-Cola-s üveget hörvi. Igen, moderátor voltam, még a Némából belőtt én voltam nagy darab kopasz szakállas. Nem szép dolog így az embert így leizélni, de mindegy, menjünk sorba. Hogy ismertem meg Hörbit? Kirakta az egyik haverom, hajszitek, hanem ismerősöm az Encore-ra. Nem is tudom, mit csinált, valamilyen videós dolgot csinált, hogy oda projektált valamit az ágyra, ilyen 3D-s cucc volt Hörbi. Még Nyíregyházán lakott Diannával. Annyira megtetszett, feliratkoztam rá, ez miatt a dolgai miatt. De volt ott sok minden dolgot csinált, rendkívül szuper dolgokat, Peti, már akkor is, mai napig is, de az, mivel kitérek, hogy sokan azt mondják, hogy azóta már nem nagyon. Hát nem tudom, gyerekek, hogy a ti feladnátok olyan magánéleteteket, nektek milyen lenne. Na mindegy, ő ezt csinálja, és ezért szerintem, hogyha még kap egy kis pénzt a YouTube-tól, meg küldtök neki egy kis sört, az nem koldulás. Na de mindegy, menjünk tovább. Hát bejelöltem, stb. Nagyon szuper volt, mindig láttam a friss videókat. Aztán volt egy esti videója, konyha videó, ahol valami történt vele, valami betegeskedett, vagy valami, és onda írtam neki, hogy jobbulás, vagy mit kell csinálni a torkára, és ő megegyezte, hogy jó, BR-kor, te vagy az egyedüli, aki odafigyeltél rám, nem csak a fasságot mondod, és be akart jelölni Facebookon. Tudom, itt a kamera nekem, iPhone X, de hát most így tartom, és így magamat lesem. Egoista fasz. És nem tudott bejelölni, úgyhogy gyorsan megcsináltam, mindegy, bejelöltük egymást, meglettem egy barátság, azóta is tart, csak én nem vagyok aktív, ugyebár. YouTube oldalam se aktív, régóta megvan az oldalam, de 2-3 éve van rajta egy pár videó. Hát én inkább sütök, főzök, meg ilyesmi, tehát én az IT világában vagyok, avval keresem a kenyerem, nem az olyan YouTube-os izével. Tehát nem is, ezért nem is olyan aktív az egész dolog. De amikor van kedvem, csinálok videót, amikor meg nincs rá időm, akkor nem. És mindegy, egy-kétszer küldtem neki csomagot, egyet küldtem neki, az se neki, hanem a kislánynak küldtem egy Barbit. Nem tudom, hogy milyen Barbie volt, tudom, hogy Barbie volt, egy nagy doboza, meg kisebbet nem találtam. És gondoltam, poén lesz, hogy nem töltöm ki semmivel, csak egy kis baba egy nagy dobozba. Az egy doboz volt, meg hát jó, hát most 40-50 eurókat, hogyha én úgy éreztem, hogy nekem megéri, mert a Netflix is 16-17 euró, és ha nem nézem, akkor is kifizetem. Szóval ez egy olyan dolog, gyerekek, hogy egy tagság, tehát ha bemész a konditerembe, nem mindig mész le, de akkor is kifizeted az éves tagságodat, nem? Szóval én úgy gondoltam, hogy ennyivel tartozom neki, mert nagyon szuper minden, amit csinál, meg az idő megcsinálni, egy anyát sorozatot például, vagy a Steve-ésént. És hát nem tudtam róla, betett moderátornak, amit nem nagyon tudtam kezelni, mert eleve lelkileg nem vagyok olyan stabil, mint ő, tehát jött nekem rengetegen gyűlölködő izé, meg is írtam Petinek, hogy nem bírom, utána levedd, utána szerintem elfelejtette, hogy én mondtam, hogy nem bírom, aztán megint betette. Kétszer-háromszor voltam moderátor szerintem, és harangoznak. Ennyi is volt az egész moderátori tevékenységem, tehát nem csináltam sok mindent. Amikor nagyon undorító ocsmány volt a szöveg, akkor azt kibannoltam ilyen 4 percre, és ennyi, tehát nem emberkedtem, de nem néztem sose ezt izének, hogy mondjam, hatalomnak, mert van nekem hatalmam máshol,
nem vagyok rászorulva, hogy interneten emberkedjek. Szóval ez nem ízés téma volt. Fölmentem, sziasztok, én vagyok a Bérrel. Néha meg is ismertek, hogy jaj, te vagy Enkorról, mit keresel itt, szia Bérrel. De mindegy, lényegtelen, felesleges. Szeretjük Petit, ezért iratkoztunk rá, nem? Tehát mert jöttek olyanok, néztem ezt a videót tegnap. Na, most kitérek így, szépen lassan megyek sorba. Volt ez a videó, hogy Dia kiteregetett, föltették a leet.hu-ra is, és közül mennek az emberek, lesnek, ki ez a gyerek. Nincsenek hozzászokva így a németek szerintem még ehhez, vagy nem is az, hogy telefonban beszélgetek, hanem az, hogy magyarul. Mondja, ki ez az arab? Hát én. Tudtuk. Mindent tudtunk Petiről, tudtuk, hogy milyen Peti. Nem kell bemutatni Petit. Peti minden videójában elmondta, mit akartok tőle. Most avval vádolsz, hogy alkoholista vagyok, tudom magamról. Hát kinyitom a hűtőt, az az első, megiszom a felesmere, meg a kezem, utána beveszek gyógyszert, olyan agyfaszom van, ha nem, akkor csak sörözök, de hát ki nem sörözik? Én nem iszom, gyerekek, mert beteg vagyok, gyomorbeteg vagyok, de van barna rumom, fehér borom, vörös borom, viszkim, söröm, szíderem, minden, bármikor megyek, mindig van. Egy felnőtt embernél ez szerintem normális dolog, hogy iszik. Jó, nem a mennyiségben, mint néha a Peti, de most a néha-néha megissza, mert sok gyerekek. Ismerek rendőrt, meg orvost is. Most gondoljátok el, az orvos is például, amikor elmondja az anyának, hogy a gyerekének 3 hónapja van, és utána meglátod, hogy sörözik. Na persze, hogy sörözik. Valahol le kell, hogy lemenjen ez a sok stressz. Szóval mindenki úgy oldja meg magának a stresszoldást, ahogy akarja, nem? Volt Szefi, nagyon jó volt látni Szefit újra, hogy igen, az Dia volt, tehát nincsen semmi gond. Elhisszük, hogy Dia volt, de ami a mód az, ide szeretnék kitérni, a mód az, ami nagyon nem kóser. Gyerekek, ha ezt Peti megtette, az egy csúnya dolog, és mindenki, aki ilyet megtesz, az álljon gerincesen oda, hogy én voltam. De viszont ez mind a két oldalról szól, ugyebár? De hát van egy A oldal, meg van egy B oldal, és jön a bíróság, ami eldönt mindent. Ez nem úgy van, hogy én leírok valamit egy oldalra, ahol ő dolgozik, tönkreteszi az embernek a megélhetőségét. Ez neki, ez az egyetlen jövedelme Petinek. De tudjátok, hogy mi ez? Ez nagyon undorú. Gondoljatok bele, hogy te dolgozol valahol, és ott tönkreteszik a munkahelyedet. És neked vannak kiadásaid. Ott van neki a kis kutyája. Ott van neki Hope. Meg ott vannak neki a moderátorai. Most már nem tudom mióta, egy fél éve, egy éve, valahogy így, ő is megköszöni anyagilag a segítséget a moderátoroknak. Tehát ez nem úgy van, gyerekek. De hát én azt mondom, hogyha valaki sértett valakit, akkor az, ha ki akar nyitni a száját, akkor az olyan helyen nyissa ki a száját, ahol ki kell, hogy nyissa a száját, nem a sarkon, kikiabálva, kikürtölve. Mert ismerek olyan embereket is, akik összevitatkoznak a barátokkal, vagy bárkivel, és akkor kiírják Facebookra, hogy milyen ocsmány ez az ember. És ilyet nem szabad csinálni, gyerekek. Ez nagyon undorító dolog. Nagyon-nagyon undorító dolog. Elképesztően undorító. Szóval mindegy, az, hogy a Szefi odaírta, hogy kiállt Dia mellett, hogy ha ez így van, akkor csinálja, oké, de ne így. Ne így. Ne írjon eleve egy olyan csoportba, akik már eleve utálják Petit, nem? Mert oké, legyen olyan is, hogy mindenkinek vannak ellenségei, meg nem muszáj szimpatizálni egy senkivel sem. Nem muszáj. Tehát van az én, amikor a saját édes testvéremet is azt mondom, hogy ne hívjál, meg stb. Mert van a helyzet, hogy most nem bírlak elviselni. Tehát nem muszáj. Senki se köteles senkit, semmire. De a mód, így nem szabad elvenni egy emberrel se. Tehát a tökeit nem kell levágni. Ha ő, az meg a másik fele. Diának és a Petinek az életét nap mint nap, évről évre, reggeltől estig láttuk, non-stop. Ha
ha ott valaki, de hát, hogy mit nevezünk agressziónak, ugye? Vagy valaki agresszív fel, tehát fel, agresszív felhozatal az, amikor valaki dühösen reagál. Ja, agresszív. Tehát, de tetlegesség nem hiszem, hogy azért annyira lett volna, mert azért akárhogy is nézzük, Dia egy nő. Petinek meg, hogyha vékony is, hogy mondjátok, a 40 kiló csontos keze van. Ha megütte volna Diát, szerintem szétment volna az arca. És ott van. Na most akkor nem tud leízni a felesleges, ne, annyira nem jó, akkor nem tudja megcsinálni a klippet, meg nem tud, hogy nem tud odállni. Jaj, ne vegyél már, Peti, hát emlékszetek a videókra. Kék lett, zöld lett volna a szeme, ilyen festékkel lett volna rá. Meg hogyha gondoljátok, hogy ott van a kislánynak is az apja, hogyha ő molesztálta volna, vagy bántalmazta volna szóval, vagy tettel, vagy bármit, az apja nem akasztotta volna föl a legelső fára? Én igen. Engem nem érdekel akkor a törvény. Szerintem ebben minden apuka meg anyuka így van. Tehát én azt mondom, hogy az ember ne csak akkor legyen jó, amikor fény van. Tehát ne olyanok legyünk, mint a molylepkék, hogy arra repülünk, amerre fény van, és amikor már sötétben van valaki, akkor meg szarba hagyjuk. És ez ösztönzött, hogy megcsináltam, hogy megcsináljam ezt a videót, bekapcsoljam a kamerát, mert jöttek a videók, de egyik se olyan, hogy na azért a Peti, azért csak a Peti. Nem? De. Tudtuk nagyon jól, hogy mi van, feliratkoztunk rá, és pont ezért, mert ő olyan, amilyen. Mert elmondja, hogy a kurva anyád a tükörtojás, meg Móni, meg stb. Ja, azt már viccától hozta be, de mindegy, minden ember, aki mellette van, és őt igazából ismeri, nem úgy, mint te meg én, azok tudják, hogy milyen Peti. És egy részeg ember, most nem csak Peti, bárki, aki iszik, vagy gyógyszerezik, abból kijön egy ilyen. Most honnan tudjátok ti, hogy ez az ember meddig nyelt le valamit, hogy azt a szerencsétlen, nem tudom, hogy hívják, nem akarom a kopaszt, nem tudom a nevét, hogy meglökte, hogy összevitatkoztak. Ez is olyan dolog, hogy kiragadtok egy dolgot belőle, tehát nem az a szövegkörnyezet, semmi se. Az egész videó, ha lemenne és úgy végignézze az ember, az más, de live-ok általában nincsenek fönt, az a baj. Automatikusan magamat nézem, nem értem, hogy miért, pedig a kamerát kéne fókuszálni, igaz? Szóval nehéz az ügy. Tény, mindegy, térjünk ki megint a lényegre, ha ez igaz, minden igaz, szóró szóra, akkor az csúnya dolog, és előbb-utóbb úgyis bűnhődni fog Peti. De ne ezt csináljátok már vele, gyerekek, ez nagyon undorító dolog. Ha ez tényleg igaz, akkor a Dia menjen be a legelső helyre, rendőrségi helyre, elmondja, ez volt, most szeretnék kitálalni, és akkor a rendőr is megkérdezi, miért nem tette meg akkor? Oké, értem én is a feleségemmel sokszor segítettünk olyan helyzetbe jutott hölgyeken, akiket, hát itt tudjátok, Németországban itt rengeteg muszlim van, akik másképp gondolkoznak a nőkről, és segíteni kellett nekik. Szóval tudom, mi az, hogy egy nő, amikor terrorban van, és már így nem nincs észen, egyszerűen csak él avval a mindennappal, hogy mibe van. De vannak olyan dolgok például, hogy a gyerekem, és hogyha a gyerekemről van szó, akkor hát ott nézzétek meg, National Geographic, állatvilág. Az oroszlán anyuka, neki megy, megöli az apa, az apukát, hogyha az apuka nem fogadja el a kölyköt, és meg akarja enni. Tehát nincs ilyen. Erről nincsen szó. Tetlegességről nincsen szó, ha egy pofon elcsattan, azt meg ki nem szarja le? Kit érdekel? Hány nő kap pofont? Én feleségem is kapott pofont. Elment egy hétre, vagy nem szólt hozzám, aztán kész. De most ezt nem kell kiteregetni mindenkinek. Értitek, hogy mit akarok mondani? Szóval ez olyan, hogy megnézi más szemébe a szálkát. Na, ki tudja, hogy más családban meg mik voltak. Szóval, na. Meg a másik fel, hogy mint már mondtam, egy nőhöz hozzányúl egy férfi, azért mégiscsak egy férfi kéz erősebb. Tehát én megfogom, hogy ez azt mondta, hogy gyere ide,
Saci, kedvesem is, csak át akarom ölelni, és akit mondja, hogy fáj neki. Rácsapok a seggére, piros neki a segge egy órán keresztül. Szóval... Nem tudom. Ezt nem így kellene. Ha valami fáj, valami eltört, valamit csináld, valami, csinálj, jelents be, csináljad, ezt csináld, azt csináld. Évek múlta is, évekkel után is be lehet úgy, hogy megcsinálták, mit tudom én, Kevin Spacey-vel, vagy ki az, hogy mondták így pedofil, új pedofil, stb. Meg lehet. Úgy csináljad, ahogy kell. Nem kell lejáratni, nem kell elvenni neki a megélhetőségét. Most miért ne tudja magának megvenni a kólát, a pepsit, vagy a kólát, vagy a citromos sört, vagy bármit, amit akar. Miért kell tőle ezt elvenni? Meg hogy koldul, meg hogy a gyerekektől veszi el a pénzt. Nem veszi el senkitől a pénzt, a gyerekek küldik nekik. Örülnek, hogy küldhetnek neki pénzt, és akkor valamilyen módon kapcsolatba jutottak a Herbivel. Nem? Na, dehogy nem. Tudom, már régóta veszek 17 perc. De tényleg... Na. Kár, hogy nem a irodába vagyok, mert az én más a környezet, más a háttér, ott minden... Úgy van, tehát a irodám az úgy van kialakítva, hogy az... Ott, na, oda azért ott jobb. De hát most ez van, ez jutott nekem. Ott parkolnak, itt meg a templom. Itt Stuttgartban, ahol most, na, vagyok. Ilyen. Ilyen meg a fülem. Ez nem fake, ez igazi. 10 milli. Fura. Fura az egész, kár, hogy ez így adódik ez az egész, meg kár az, hogy most a vlog videómban bele kell, hogy egy ilyen kerüljön, hogy Herbiről véleményezés, meg hogy erről az egész, amit kitaláltak. Ja, meg hogy ez, hogy volnak olyan videók, hogy nem tudom, ki volt az, milyen ember, híres ember? Hogy van véleményem, az a véleményem, hogy nincs véleményem, és akkor jó, azért valahogy megmagyarázta, hogy igen, emberséges volt, de most akkor nem a haverom? Vagy hogyha pofon vert egy csajt, vagy ha leköpött, vagy mondott valamit a Anitára, akkor már nem a haverom? Nem arról szól a haverság, hogy jóban rossz van? Én nem tudom, gyerekek. Nem, eddig nem nagyon hallottam, hogy valaki mondta volna, hogy Peti mellett állok, és akkor most én itt jelentkezem, jó? Hogy az én véleményem az, hogy igen, nőket bántani nagyon rossz dolog, nem hiszem, hogy úgy bántotta volna, hogy ez bűncselekmény lenne, meglögdöste esetleg, vagy köpött egyet a földre, vagy kiabált, mint az állam, mint hogy kiabálta vala a kisgyerekkel, és én csak kimentem volna, kiította volna az ajtót, és akkor át lecsaptam volna a gyereknek, hogy így gurult volna lefelé a lépcsőházból. Szóval lényegtelen. Én videómból mindent ki lehet vágni, olyan szövegkörnyezetet lehet hozzátenni, amilyet akartok. Címert mindenki tudja, a nevem BRL kód, rákereste, kidobja. Leszettek a Wikipédiáról egy-két napja. 2011 óta rajta vagyok a Wikipédián, leszettek. Tehát ez van, tönkre lehet tenni embereknek így a izé, így a imázsát, de maga az embert nem. Tehát jó, hogy nekem nem ebből van pénzem, de a Petinek meg sajnos csak ebből. Tehát az anyukája se multimilliárdoson mindig ott tud lenni, meg a testvére se. Segítenek neki persze, ahol tudnak, de azért van egy határ. És ezt nem lehet, ne bántsátok a megélhetőségét, szerintem. Azt tényleg ne. Ha valami baja van a Diának, akkor mondja meg. Be kell mennie, meg kell mondani, én vagyok Tamás Valli Diána, baba, ezt csinált, azt csinált, igen, ekkor. És akkor szedjétek össze mindent ellene, ügyvéd, pipapó. Ha nincs pénzed, ügyvédre kapsz ingyen. Nem tudom, hogy megy Magyarországon, szerintem Európában mindenhol így megy. Úgyhogy kifogás nincs. Peti már annyira van jól lelkileg, hála jó Istennek, szihésen, hogy el tud menni helyekre. Max küldök neki német szanaxot. És akkor az bevesz, és akkor úgy megy el. Ha lenne időm, meg módom, esküszöm nektek, hazamennék. Már nagyon régóta izélem, hogy
én egyszer én is ott lennék Hörbivel, meginnék vele egy sört, aztán elvinném kurvázni, vagy valami. De mindegy, majd mit tudom én, majd talán egyszer, nincs időm rá. Mindegy, na, ez lett volna az én véleményem, egy ex-moderátor, de nagy dolog. Mindig úgy kízélik, hogy a kékek meg a zöld, de most nem mindegy, hogy milyen szín. Peti azokat az embereket teszi be kéknek, akiket úgy érzékeli, hogy rendesek. És amikor van egy-két fasznek, akkor kitör, most ezzel nem kell felkapcsolni a izét. Vannak olyan emberek azóta utálják, hogy a Peti már izék törölte, és akkor most mi van? Én a barátja voltam, ő akart engem bejelölni Facebookon, utána letörölt engem, utána visszavett, utána letörölt, utána háromszor voltam moderátor, most megint nem vagyok moderátor, nem is akarok lenni, megmondtam neki utoljára is. Csak azt hittem, hogy nem tudtam kommentelni, örülök, hogyha látom, hogy jól van, ha bajban van, sajnálom. Rengeteg jó ember van körülötte, ott van az a Balázs gyerek is, az a fiú, nagyon tetszik nekem, nagyon szimpi. Szerintem jó megválogassa Peti az embereket, akikkel foglalkozik, szerintem. Jó, és sokkal jobban néz ki, mióta nem a diával van. Kicsi volt az a hely, ott össze voltak tömörödve, hogy zsúfolva, mint a Szardínia a konzerves dobozba. Jobb így neki. Persze, fájt, mert persze, 7 év az 7 év, de hát na. Vannak, akik 20 év után szétmennek. Most ez sem nagy probléma. Azt meg, hogy a nőivel, hogy az meg megint nem tartozik ránk. Tehát én, engem személy szerint az érdekel. Eszek, vagy iszok, vagy van kevés időm, benyomom, Hörbi, sétál, stb. Elmondja, hogy mit csinált, mit vett, ad a kutyának kenni, stb. Amikor megmondom, amikor játszik, amikor így Fortnite, ezeket én nem nézem meg a live-okat, leszarom, inkább alszok, vagy csinálok valami mást. Ez annyira unalmas, hogy nagyon. Ez a Fortnite, ez nagyon szar. De minden más megnézek, bármit. Folyamatosan, mióta megismertem. Szóval ennyi. Rossz oldal meg mindenkinek van. Azért, mert mindig két oldalú, és normális érvekkel kell jönni, normálisan meg kell alapozni minden vádakat, és be kell bizonyítani, és oda kell állni. Aki mond át, az mondjon B-t is. Tehát, hogyha én leírom, hogy én vagyok, ez csinált a Beti, akkor utána mutassam is meg, hogy igen, én mondtam azt, és most ekkor és ekkor menjünk. Úgyhogy tényleg, Dia, ha látod ezt a videót, a bántott Peti, akkor nagyon sajnálom, kívánok neked minden jót a mostani barátoddal, kislánynak is egy puszi, egy ölelés, Petinek ugyanúgy, de ezt már Petinek megmondtam, hogy nagyon csípem, nagyon bírom a búráját. Búra! Jó, és akkor valahogy normálisan, valahogy intézzétek el, ezt nektek kell ketten, a többit meg nem szabad körülötte szart kavarni. Nem jó dolog. De mennyi olyan YouTube-ost ismerünk, ahol most nem tudom, van ez a magyar fiú, aki, de hirtelen akartam mondani, nem a Patuska, másik fiú, aki így rábeszélt a Mucsinak a fejét rátette a Matrixre, meg a Pákót a Blade-re, és így összevágott, egy izékből csinálnak point, meg tehát összevágni bármit lehet, gyerekek, én ebben utazom, én is meg tudom csinálni, hogy a Predator most itt jön, megfogja a hátamat, elvágja a torkomat, aztán holnap meg a újságban van, hogy megöltek egy embert, valamilyen alien. De bármit meg lehet csinálni a mai világban. De most nem azt mondom, hogy a Dia kamu, tehát tényleg a Dia volt, hanem azt mondom, hogy kiragadni egy dolgot, és hogy ez így volt. Persze, hogy úgy volt, meglökte, de nem tudjuk, hogy mi történt. Tehát az ember sokat iszik, rosszul van, beteg, szihésen beteg. A pont akkor labilis volt a helyzete. Így reagálta le, meg hirtelen fellángolás, vagy felindulás, nem lehet bántani ezért egy embert, meg rögtön megizélni, hogy 6 millió jó dolgot csinál, azt nem, arra nem emlékszik senki, egy követős, egy józás, csak rosszat rögtön. Évekig. Na mindegy, 25 perc, de sokat beszélek, ez a gyerek. Minden az elején már bevágok valamit, mert nagyon így nem jó, csak leülök, sziasztok. Tönkreteszem a vlog csatornámat. Tönkreteszem a vlog izémet, playlistem. Na mindegy, BR-kód voltam Stuttgartból, a helyszín Stuttgart. Úgy mondom, hogy a Wikipédiámban volt leírva.
helyszín Stuttgart, BL Record, voltam egy ex-moderátor. Petit követem, mindig is követni fogom, volt időszak, amikor nem néztem, meg most is vannak, amikor így azt mondom, hogy ez a Fortnite, hát megint ennyi innen, hagyjál békén. De attól függetlenül emlékezzünk a jóra, jó? A jó az mindig jobb, mint a rossz. És mindig több, hál' Istennek, még mai napig. Úgyhogy mindenki tett rossz dolgokat, amit az ember megvan és megváltozik belőle. Ha meg valaki olyan tett, amit nem lehet megbocsátani, az van meg majd elbán a rendszer. Nem mi 20-30 évesen vagy 10 évesen, teljesen lényegtelen, úzer, ne bántsuk egymást, jó? Peace. Szervusztok.